Hello, jó, sziasztok, sziasztok, Kibor vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok. Kezdtük le, és videós sorozattal érkeztünk, és a hírokról szakszerűen videós sorozat keretein belül kipróbálunk még egy hőst. Amint látjátok, gondolom a leírásból számotokra már kiderült, hogy ez az Imhotep lesz, ami szintén sárdos hős, és a legdrágább sárdos hős. Nem véletlenül, mivel nagyon-nagyon jó híró. De nem tudom, hogy ezt a videót mikor nézitek meg, hogyha körülbelül akkor, amikor felrakom, akkor még a legdrágább sáros híró, de hogyha már ezt egy későbbi időpontban bukkantatok rá erre a videóra, akkor már nem a legdrágább sáros híró, mert 20 000 sárdért be fogják rakni a Szirén nevű hírót, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire aktuális ez a videó számodra, aki éppen nézi. Na, nézzük meg ezt a hírót, ezt az Imhotepet, hogy ez mire jó, meg hogy igazából hol lehet megszerezni, meg hogy mennyire használható, meg hol érdemes használni. Ugye alapvető, hogy majdnem minden hírót ki lehet pörgetni gemből, de hogyha esetleg nem pörgetted ki, és szeretnéd megkapni ezt a hőst, akkor ugye shardból meg tudod venni a Legend hírók között. A legutolsó helyen van egyelőre 7500 sárdért, ami viszonylag soknak számít egy kezdőjátékosnak, de hogyha nincs olyan területiző híród, ami olyasmi, mint például a Dracula, vagy pedig olyan, mint a Santa Boom, és szeretnél egy ilyet, akkor mindenképp az Imhotep a te választásod. Én megmondom őszintén, ugye nekem van Vladom, van Drakulám, ez miatt annyira nem preferálom. Igazából mondhatjuk, hogy a Vlad, a Drakula, az az Imhotepnek a tuningolt verziója, mivel ugyanazt tudja, majdhogy nem ugyanazt a skill tolja, mint az Imhotep, a Vlad is, csak éppen a Vlad az ugye gyógyítja magát, meg még plusz tud repülni, meg ráadásul kicsit azért jobb statjai vannak, mint az Imhotepnek, viszont a skillje az nem jobb, sőt az Imhotepnek jobb a skillje, de ugye mivel az alapstatjai a Vladnak jobbak, azért a Vlad mindenképpen használhatóbb. Elmondom, hogy miért jobb a Imhotepnek a skillje. Kettő dolog miatt. Először is az miatt, mivel az Imhotepnek kapásból 120%-os damage kiosztása van, és a Vladnak, az én Vladomnak például, gyorsan ránézünk, 120% van 6-os skillen, tehát 1-es skillen már ugyanakkora van, mint a Vladnak, és akkor még nézzük meg, hogy mi van vele. Nekem van valami, csak van egy imóm, 4-es skillel, és nézzetek, már 180%-os damage kiosztása van, meg még ráadásul az imónak a skillje az miatt jobb, mivel nincs rajt CD. Hoppá, de nem, azt, nem még jó, hogy nem tudtam volna megvenni. Na, ugye nincs rajta CD, tehát folyamatosan tudja pörgetni a skillét, ahogy ugye, hogyha például van PD-nk, akkor ugye, mivel az gyorsítja, így folyamatosan tolja a skillét, nem úgy, mint a Vlad, ami ugye van 6 szek CD, és 4 szekig csinálja ezt a skill, tehát akkor magyarul 2 szek kiesés mindig van a skillje között, 2 skill között. Viszont ugye tényleg a Vlad az, hogy amikor pörög, tehát amikor nyomja a skillet, akkor HP-t szív el az ellenségek közül, meg még ráadásul ugye jobb statjai vannak, meg ugye tud repülni, úgyhogy mindenképp erősebb, viszont az Imhotepet sem kell leírni. Nézzük meg, hogy mit akkor ez pontosan ez a skill, oké? Okay? Mert ez a skill ugye azért valamennyire talán nem érthető. Ugye azt mindenki tudja, hogy az Immónak területi sebzése van, de senki annyira nem szokott belemélyedni, hogy megnézze, hogy működik ez a területi sebzés. Ez a területi sebzés az pontosan úgy működik, hogy elkezd körülötte lenni egy homokvihar, és ez sebzi a környezetében lévő elemiket, és stunolja őket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy működik ez a sebzés, hogy minden egyes 0,2 másodpercben a homokviharban lévő ellenfeleknek esélye van 20% arra, hogy sebződnek, meg ugye, hogy kómáznak. Értitek? 0,2 másodpercenként, hogyha például mondjuk az immó ezen a területen ahézna, tehát nyomná a skillt, akkor minden egyes egységnek, épületnek 0,2 másodpercenként
20% esélye van, hogy bekapja a sebzést, és stanolódik is. Hogyha esetleg stanolódott, és még egyszer bekapja, ugye, akkor már ő nem fog még egyszer stanolódni ugyanazon a skillen belül, tehát nem az van, hogy ez egy ilyen permasztant ad, hogy kómázik folyamatosan az elemi, hanem egyszer. Egy skillen belül, hogyha egyszer ellövi a skillt, az első megkapja, akkor a második sebzésnél már nem kaphatja meg a stunt. Értitek? És az a lényeg, hogy így működik, hogy minden 0,2 másodpercbe sorsul a gép, és hogyha benn van abban a területben, a homokviharban benn van egy enemy, amit ugye meg lehet ütni, akkor van 20% esély, hogy eltalálja. Tehát van olyan esély, van olyan lehetőség, nagyon kicsi, hogy amíg folyamatosan nyomja a skillt, akkor se talál el valamit, meg van arra esély, hogy 0,2 másodpercenként folyamatosan sebződik ez az enemy, hogyha ugye kétszer is bejön a 20% eséllyel az a damage nála. Szóval ez így működik, úgyhogy valamilyen randomitás van az immunnak a skilljébe, de ugye azért elég nagy eséllyel mindenki sebződik a környezetbe, csak ugye nem mindegy, hogy hányszor, mert ugye többször is bemehet ez a sebzés, úgyhogy lehet, hogy az is történhet, hogy beküldöd egy immun ellen a karakteredet, és lehet, hogy egy másodperc alatt bemegy neki a 180%-os damage, mondjuk ötször, meg lehet az, hogy egyszer sem. Értitek, hogy ez hogy működik. Úgyhogy ez figyelni az immóra, hogy azért nem minden így, nem minden úgy működik, hogy csak hogy sebez, oké, pörög, sebez, sebez, hanem ez így működik, aki pontosan akarja tudni, az így működik. Annak elmondom, hogy így működik. Miről beszéljünk még? Beszéljünk arról, hogy milyen talenteket ajánlunk ugye az immóra. Az immóra mindenképp a Berserk King az jó, mivel ugye nincsen CD-je, akkor mindig jó rá. Meg igazából a többi, az meg igazából az általános talenteket tudom rá javasolni, ugye a kis HP buffot esetleg, vagy esetleg revitalizot, hogy ugye hamar előjesz a skilljét, vagy ezeket life drain-t, ezeket ugye meg, ja igen, azt ne is felejtsük el, hogy a Vargát, ugye az egy nagyon jó skill a területi sebző karaktereknek, például Thunder Godnak, Santa Boomnak, Immónak, ezeknek mind a Vargadot nagyon-nagyon ajánljuk, mivel ugye folyamatosan ugye az atakot növel, és akkor ugye például egy Santa Boomnál, hogy atakot növelünk, akkor amikor robban fel az összes bombája, vagy arra kilőtt rakétája, akkor minden egyes ugye robbanásnál növelt sebzéssel számol. A gép ugyanúgy az Immónál is minden egyes becsapódáskor, amikor a homokviharba sebződik egy enemy, akkor egy ilyen emelt sebzést ugye kap ez miatt, mivel atakot növel ugye a Vargát. Úgyhogy Vargát területi sebző karaktereknek tökéletes skill. Na, akkor még miről beszéljünk immó tekintetében? Szerintem nagyon nem is érdemes róla beszélni, hanem akkor nézzük meg, hogy milyen skillje van. Nekem egy 100-as immóm van. Elég hamar arra az elhatározásra kellett jutnom, hogy én kiveszem a teamemből. Megvan, de egyelőre ugye fejlesztem az ilyen Dream Team csapatomat. A Dream Teamemben inkább én a Thunder Godot hagytam benne, a TG-t, mivel nekem inkább ugye megvan ez a területi, közelharci területi sebző karakterem a Vlad, és ez miatt inkább akkor beraktam TG-nek az ilyen távolsági területi sebző karaktert, ugye? És igen, és ez miatt az immó nincs benne nekem, de egyébként nagyon szeretem, és valószínűleg, hogy fogom tovább húzni, hogyha az első ugye prioritásomat, az első 5 karakteremet, vagyis jobban mondom, majd 6 karakteremet fel fogom húzni. Egyébként, hogyha nem fog esni más hero a hatodik hero basic, akkor ki fogom rakni az immót, úgyhogy ez nem nincs elveszve, nincs a sűjjesztőben, csak egyelőre nincs, nem ő a prioritás. Na, srácok, akkor próbáljuk ki ezt az immót. Izébe fogom kipróbálni, ugye, egy ilyen dungeonbe. Itt azért elég egyszerűen meg lehet nézni, hogy mit tud. Ugye tényleg nem arra megyünk, hogy most megváltsuk a világot, hanem hogy kipróbáljuk, hogy mégis mire képes az Immortep. Lehet, hogy még ez is erős lesz neki. Ráközelítek, nekem egyébként Vargad van rajt. Nem, Berserk King van rajt az Immomon. Hogyha egy kicsit okosabb lettem volna, nem erre rakom, de mindegy. Nézzük, hogy mi történik vele. Úgy van, hogy amikor el fogja lőni a skillet, akkor mint egy ilyen homokvihar keletkezik körülött, és akkor folyamatosan
folyamatosan sebződnek ott a benne lévő enemik. És látjátok, hogy nem biztos, vannak olyan egységek, amik nem kapják meg a sebzést, csak nagyon sokára, de vannak olyan egységek, amik például egyből megkapják. És ez az, hogy 0,2 szekenként van 20% esélye a területi sebző skillben tartózkodó enemiknek, vagy ugye megkapják a sebzést, vagy éppen a stunt. De az lényeges, hogy egy darab skill ellövésen belül nem lehet kétszer stunt kapni, hanem mindenképpen csak egyszer. De ugye, hogyha új skillt kezd a Zimmo, akkor már ugye tudja megint stunolni az ellenfelét. Így működik. Remélem, hogy érthetően úgy sikerült mondanom, hogy mégis hogy működik. Jó híró, főleg akkor nagyon nagy mázlia van valakinek, hogyha ugye a legelején, hát ez meg fog halni sajnos, jó. Akkor van nagy mázlia, hogyha a legelején megkapja a játék, mivel akkor az hatalmas előnyt tud nyújtani, főleg ugye a legelején azért elég sokat raidel az ember, gyűjti a goldot, meg gyűjti a manát azra, hogy fejleszti az egységeket, meg az épületeket, és azért egy immortepper azért lehet aratni rendesen. Én nekem egy ilyen ismerősöm, személyes ismerősöm kapásból az a második rollból kipörgetett egy immortepet, hát így néztem, hogy mit lehet ezzel művelni. Tényleg nagyon érigykedtem, nagyon szuper kis híró volt, de később is tök jó használható, nagyon szuper, ilyen tömegosztató hírónak, nagyon szuper. Meg hát ugye el is felejtettem, hogy hol lehet leginkább jó használni az immortepet, ugye HBM-en, hogyha egy immortepetek van, akkor ugye nagyobb esélyetek van főleg túlélni ezeket a rengeteg trash mobot, vagy ilyen trash monster, tudjátok, ezeket a trupszokat, amik érkeznek, vagy 20-asával is akár, single sebző, tehát ilyen egy targetet sebző ellenfelet nem nagyon lehet leszedni, egy targetet sebző híróval nem nagyon lehet megnyerni HBM-et, mindenképp kell egy ilyen híró. Na, sikerült elmondanom, de szerintem akkor ez legyen az utolsó ilyen mondat, amit így elnyökögtem nektek. Remélem, hogy tényleg sikerült elmondanom, hogy mégis hogy lehet használni ezt az immortepet, meg hogy működik az ki, meg igazából, hogy hasznos, meg mire használjátok. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel a videó alatt, és akkor megpróbálok válaszolni rá. Igazából szerintem ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!